Folytatódnak a régészeti feltárások Dabason, az Alti Bevásárlóközpont mögötti dombon. Az egykori templomdomb és környéke az Árpád és középkori temető mellett számos érdekességet rejt. Most a régi veremházak maradványait tárják fel a Szentendrei Ferenci Múzeum kutatói. Hát valóban itt egy megelőző régészeti feltárást végzünk, másfél hete kezdtük el a munkát, és azután, hogy a település templomát és a temetőjét is intenzíven kutattuk, az idei évben a településnek a keleti részét bontjuk tovább. Azért mondom, hogy bontjuk tovább, mert itt 10 évvel ezelőtt volt már egy nagy felületű megelőző feltárás, több mint 1 hektáron sikerült megtalálnunk a középkori Dabasnak a központját, és ez a központi rendkívül intenzív rész folytatódik tovább kelet, észak-kelet felé, és hát hogyha megnézik kicsit közelebbről, ezt a felszínt láthatják, hogy tele van, szinte minden egyes négyzetméter teljes felülete foglalt, tehát intenzíven tele van régészeti objektumokkal, ezeknek a bontása zajlik jelen pillanatban. Ugye a régészet azokat a jelenséget tudja megfogni a korabeli életből, amelyek a föld felszíne alá mélyedtek. Tehát nyilván itt földfelszíni épületek voltak, karámok voltak, épületek voltak, illetve ami a föld alá mélyült, ezek a veremházak voltak, tehát a földbe mélyített lakóépítmények, illetve egyéb gazdasági jellegű funkciójú struktúrák, például terménytároló gödrök, terménytároló vermek, szemetes gödrök, illetve árkok, amelyek telkeket, illetve a települést magát határolták. Tehát ezek a bemélyedések azok, amiket nekünk föl kell tárni, ezek azok, amelyek visszatemetődnek a korabeli anyagi kultúrának az emlékeivel és korabeli feltöltődése. Azért érdekes ez számunkra, mert ez a település valamikor a 13. század végén, 14. század elején elpusztult. Tehát itt a kicsit gondolkoztunk azon, hogy lehetett ez a tatárjárásnak a következménye, de egy kicsit későbbi ez az emlékanyag, és régészek számára azért szerencsés ez a körülmény, mert a lakók ezeket az emlékeket nem vitték magukkal. Tehát eltakarították a romokat, és ezekbe a szemetes gödrökbe dobták bele a korabeli égési terméket, vagy a hulladékot, és az égett törmelék közt találjuk meg a korabeli mindennapi használati eszközöket, mezőgazdasági vaseszközöket. Tehát ezért rendkívül gazdag ez a település, és ez az egyik oka, amiért nagy szeretettel végezzük ezt a feltárást. A másik, hogy olyan nagy felületen sikerült már kutatni ezt a települést, hogy nagyon jó összefüggő elképzeléseink vannak most már ennek a településnek a struktúrájáról. Hát maguk a régészeti jelenségek is érdekesek, tehát itt előkerült eddig 6 földbe mélyített lakóépítménynek az alapja. Ebből egyet már teljesen kibontottunk, egyet majdnem, tehát metszetre van bontva, és egyet ma kezdtünk el. Tehát ezek ugye a korabeli lakáskultúrának nagyon jellegzetes építményei, és pont ez az az időszak, amikor egy váltás történik itt a középkorban, tehát a 13. század végétől szinte kizárólag csak a földfelszínen építkeztek a Magyar Királyságban, és ez a veremház építészetnek a legutolsó fejlődési fázisa, tehát olyan méretet ért már el, hogy ennél tovább már nem lehetett bővíteni, és ugye ezzel párhuzamosan földfelszíni struktúrák is léteztek, tehát számomra nagyon érdekes ez az átmeneti periódus, és másik szempont, amit ugye említettem, hogy leégett a település, és nagyon sok fémlelet kerül elő, így például már az elmúlt egy hétben kerültek elő ritkaságok. Tehát például előkerült egy csoroszja, amit ugye az ekék elé raktak. Tehát ez ilyen nagyméretű, hosszú kés volt, ami feltörte magát a földet, és ugye az eke az csak átfordította. És nagyon ritkán kerül elő ebből a középkori időszakból, 14. századból ez a típusú mezőgazdasági vaseszköz, illetve előkerült legnagyobb meglepetésünkre egy 4 tüskés, kovácsolt vas, csillag alakú buzogány, ami szintén egy nagyon ritka tárgy. És erről ugye azt lehet tudni, hogy alapvetően szorványként kerültek elő a Kárpát-medencében, és az, hogy régészeti feltárás keretein belül régészeti objektumból jöjjön elő, tehát jól keltezhető körülmények közül az elég ritka. Úgyhogy ez egy különlegesség jelen pillanatban, illetve amit még meg kell említeni, azok az érmék, amik a házakból kerülnek elő fémkeresőzéssel, tehát ezek ugye nagyon jól keltezik a települést. És itt megragadom az alkalmat, hogy kicsit reklámozzam a kiállításunkat, ugyanis ez egy olyan kiállítás, amit Szentendrén építettünk meg, és nagyon sok dabasi illetékességű tárgy és projekt van ott bemutatva. Tehát több vitrin foglalkozik például ennek a településnek a templomával, a temetővel, illetve a környéken feltárt honfoglaláskori temetőket. Tehát érdemes a dabasiaknak megnézni, mert számtalan izgalmas tárgy van kiállítva, illetve hát nyilván ennek a településnek a feldolgozása, az emlékanyag értékelése még hátra van, de hát ez nekem szívügyem, hogy ezzel foglalkozzak, úgyhogy ebből is lesz majd valami. Jelen pillanatban, ami a civilek
számára elérhető, az tényleg ezen a kiállításon látható anyag, egy katalógus is készül hozzá, egy-két hónapon belül elérhető lesz, tehát tanulmányok dolgozzák föl a templom körüli temetőt, illetve a 2019-ben a mostani bölcsöde területén föltárt, fölbemétett építménynek az anyagát. A feltárásban a hivatásos régészek mellett önkéntesek is dolgoznak. Dabasra úgy kerültem, hogy megjött az ásatásnak az első programéve, és onnantól kezdve, ugye én már benne voltam a programban, és mint lehetőség megkaptuk akkor ezt is, lejöttünk ide, és elkezdtük az ásatást. Ez már 3 éve tart ez az ásatás, és hát folyamatosan itt vagyunk, és tesszük a dolgunkat, mint önkéntes. Ez úgy kezdődött, hogy mint minden más, fémkeresőzéssel, és mikor rájöttünk arra, hogy hát a fémkeresőzés az egy engedélyköteles tevékenység, onnantól kezdve becsatlakoztunk a programra, a Rácz Tibor Ákos által szervezett programba, és onnan megszereztük az engedélyt, és így kellettünk kapcsolatba az ásatásokkal, és innentől kezdve nagyobb teret kapott az önkéntesség, mint fogalom, és megmaradt bennünk inkább az ásatás. Tehát az én menet irány az inkább az ásatás fele húzott, és a fémkeresőzés mint eszköz, az már csak egy kelléke lett ennek az ásatás során használt dolgoknak, mint az ecset, spakli vagy bármi más. Nekem még van a vállalkozásom, én abba keresem a pénzemet és a megélhetésemet, ez csak egy hobbi számunkra. Hogy milyen, mi kell ehhez, milyen szaktudás, ez menet közben mindig fejlődik, és mondhatom azt, hogy az önkéntesség az mindenevő. A régészek szakosodnak egy bizonyos korokra, az önkéntesek meg mindenevők. Tehát nem tesznek különbséget korokban, hanem ami jön, azt mind tárják föl, természetesen régészek és múzeum segítletével. Az ásatáson egészen fiatalok is dolgoznak, akik érteklődési körükből fakadóan ragadnak ásót és lapátot. Nekünk úgymond a kötelességünk, hogy a fiatalságba beleneveljük a régészetet, a tudományt, és aki hajlandó arra, hogy kijöjjön, már pedig a gyerek agyfogékony, és érdekli őket a történelem, és itt sokkal pozitívabb, kézzelfoghatóbb történelmet tanul, mint például bent az iskolában a padba, a történelem tanároktól. Tehát van úgy, amikor a történelem tanárral kijönnek ide a diákok, és többet kérdez a tanár, mint maga a diák.